Az önkormányzatnak fontos a helyi közbiztonság, ezért egy stratégiát hoznak létre, amelyel ezt hatékonyan biztosítani tudják. Az új koncepció kialakításának első megbeszélésén jelen voltak az illetékes hatóságok, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, a polgárőrség, a rendőrség, a közterületfelügyelet és 60 város polgármestere is. Szabó Zsolt elmondta, hogy az elmúlt évben nőtt a bűncselekmények száma, főleg a fiatal korúak körében tapasztalható az emelkedés. Azt látjuk, hogy változott a rendőrségi tevékenységet, illetve a bűncselekményeket szabályozó szabályrendszer, megszűnt az úgynevezett kísértékben elkövetett, meg megérhetési bűnözés, ami volt a korábbiakban, és ugye ezekkel az esetszámokkal megemelkedett a bűncselekmények száma. Ami számunkra nagy aggodalmat okoz, hogy a fiatal korúak által elkövetett bűncselekmények száma mintegy 20%-kal nőtt 60-ban és 60 környékén, ezért mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy összességével lépjünk, és egy közös koncepcióval, egy közös stratégiával felkészülve, konkrét pénzügyi támogatásokkal hatékonyak tudjunk lenni. Hozzátette, 60-ban az országos átlagnál kevesebb a munkanélküli, de a munkanélküliség is szerepet játszik a bűncselekmények számának növekedésében. A stratégia kialakításán túl további lépéseket is tenne az önkormányzat a közbiztonság javítása érdekében. Például megdupláznák a térfigyelő kamerák számát. Az egyeztetésen kiemelték, hogy jó a hatóságok közötti együttműködés, és ez a bűnmegelőzési stratégia alapja lehet. Ugyanakkor rámutattak, hogy a hatékonyabb lakossági tájékoztatás és nevelés is célja kell, hogy legyen a koncepciónak. A szakemberek egyetértettek abban, hogy a helyi sajátosságokat figyelembe véve kell létrehozni a tervet. Fontos feladatként említették a szórakozó helyek rendszeres ellenőrzését. Ez nem egy programbeszéd lesz. Ez konkrét cselekvési tervet is fog tartalmazni, hogy a jogszabályi minimumon túl és a szakmai minimumon túl mit tudnak bevállalni az egyes hatóságok. Dr. Gulyás Rihárd szakértő kiemelte, hogy a jogszabályi változások és a szakhatóságok átalakult szervezeti felépítése is indokolja a koncepció újragondolását, amely akár 5-10 évre előre meghatározza azt a cselekvési tervet, amely javítja a 60-iak biztonságérzetét a városban.